put your hands all over me. If I let you warm my bodies in the sheets. If I tell you all my dirty fantasies. Ciao, ciao, Giorgio. Sziasztok! Sziasztok! Úgy ez, mint az állat? Múltkor nem voltam edzés után. Hát de olyan súlyom fel ez, hogy összehetsz, hogy nagy darab. Thank you.
csinál a vendégnyugdásban. Így is mehetett Wiggins jól visszajátszani. Sajtótájékoztatón vendég oldalról Révész Ádám, illetve Oliver Viden csatlakozott hozzánk vezetőedzőként. Ádám, kérlek értékeld a találkozót. Először is nagyon szeretnék gratulálni a Falkónak, én azt gondolom megérdemelten nyertek, viszont nekünk sem kell bánkódni szerintem, mert nem hagytuk azt, hogy egy csúfos vereség legyen ebből, ezt beszéltük meg, hogy bármi is ilyen köztel, soha nem adjuk fel és megpróbálok visszajönni a meccsbe. Nyilván azért reális esély nem volt, de én azt gondolom, hogy legalább itt a végén ilyen 10 pont környékre vissza tudtunk jönni, ez így sokkal jobban nézett ki, mint hogyha feladtuk volna. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, és lehet erre építeni, de abban a csapat előtt köszönjük a szurkolóknak, hogy elkísértek és végigbíztattak minket, és a végén is megtapsoltak minket. Bízom benne, hogy ki fog fizetődni majd ez a munka, amit elvégzünk az edzéseken, és az, hogy soha nem adjuk fel, ahogy ma se tettük, az kitart majd az összes mérkőzésen azon végéig. Köszönöm. Úgy érzem, a negyedik negyedben egy kicsit kapkodtunk, rossz döntéseket hoztunk támadásban, amiből gyors kosarakat is tudtak szerezni a szolnokiak, ezért vissza tudtak jönni a meccsbe, de ha megnézzük, igazából végig kontroll alatt tartottuk a mai mérkőzés, és egy nagyon fontos győzelmet arattunk. Thanks for our fans for support, and like I usually said in this period, for my opinion, it's not necessary to you to be the best now. The most important period come in the three weeks later, and we prepare for that. Végül pedig szeretném megköszönni szurkolóinknak a támogatást, mint mindig. Többször elmondtam már ezt, hogy ebben az időszakban nem kell feltétlenül a legszebb és a legjobb játékodat nyújtani. A bajnokság fontos időszaka 2-3 hét múlva kezdődik el. Thank you very much, Milos.